Köszöntöm a kedves hallgatókat, a következő percekben Magyarország gazdasági helyzetével kapcsolatban fogom kérdezni vendégünket, akit tisztelettel köszöntök, Lentner Csaba közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára. Jó napot kívánok! Kedves Csoklom, jó napot kívánok! Először is hagyd kérdezzem azzal a jelentéssel kapcsolatban, amely Brüsszel készített egy specifikus gazdasági országjelentés, ha jól tudom, ez a hivatalos neve. Itt ajánlások is elhangzanak Magyarországgal kapcsolatban, és ők úgy fogalmaznak, hogy Magyarország gazdasági helyzetét aggasztónak látják, az állam háztartásban tapasztalható egyensúlyhiány miatt, a nem megfelelő szociális intézkedések miatt, és hogy túlzott függőségben van az ország a foszilis tüzelő anyagoktól. Hogyan látja ön ezt a helyzetet, és melyik ezek közül a legsúlyosabb probléma? Állítom, hogy a magyar gazdaságnak a helyzete nem reménytelen. Na most, ami probléma van, az alapvetően abból fakad, hogy a brüsszeli hatóságok akadékoskodnak, és a Magyarország részére a folyó költségvetésből, a 7 éves költségvetésből, illetve az európai újjáépítési és reziliencia alapból azok a források, amelyek nekünk járnának, nem kerülnek folyósításra, folyamatos akadályokat gördítenek a brüsszeli hatóságok a magyar kormány elé, és hát ennek lehet az a következménye, hogy esetleg a magyar költségvetési pozíciók nem annyira jók, mint egyébként amennyire lehetnének. Tehát itt azért nem szabad azt elfelejteni, hogy több ezer milliárd forinttal tartozik nekünk az Európai Unió. A 2024-es évre például 2518 milliárd forintnak megfelelő euró kellene, hogy befolyjon a magyar költségvetésnek a számlájára. Hát újabb és újabb kötelezettségszegési eljárások vannak, újabb és újabb követelmények vannak, tehát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az, hogy végérvényesen talpra álljon, annak a legfőbb akadálya Brüsszelnek a Magyarországgal szembeni elhibázott szankciós politikája, és azt Magyarországon számon kérni, hogy a költségvetési szektornak a egyenlege esetleg némi kívánnivalót hagy maga után. Hát persze, hogy hagy némi kívánnivalót maga után, amikor több ezer milliárd forinttal tartozik nekünk Brüsszel. Érdekes módon ez nem szerepel a jelentésben, ha amennyit legalábbis én olvastam belőle. Igen, hát egy oldalú a Európai Tanácsnak a véleménye, tehát olyan tételeket sorolnak fel, mint például az érvényben lévő energia támogatási intézkedéseknek a 2023 végére való megszüntetése, aztán a bírói függetlenség erősítése, szociális segélyezési rendszernek a javítása, munkanélküli ellátásoknak a fokozása. Tehát ezek olyan intézkedések, olyan elvárások a magyar kormány felé, amelyek a független magyar gazdaságpolitikának, társadalompolitikának a tárgykörébe tartoznak, és azt gondolom, hogy az is nevetséges, főleg itt a bizottságnak az az ajánlása, hogy csökkentse a magyar kormány a foszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget, és növelje a megújuló energiaforrásoknak az arányát, köztük a szélenergiát, geotermikus energiát és a fenntartató biometán elterjedést pedig gyorsítsa föl. Hát ezek az európai újjáépítési és reziliencia alapból származó, juttatandó források pont ezt a célt szolgálnák, hogy Magyarország az energia ellátását diverzifikálja, alternatív energiákat hozzon be a rendszerbe, és ezáltal teljesülhetne a brüsszeli bizottságnak ez az elvárása. De hogyha nem adja oda a pénzt, akkor érthetetlen, hogy hát mit követel, vagy miért követel a magyar kormánytól. Egyébként nem csak ezek a megújuló energiaforrás rendszereknek a kiépítése akadozik így az elapadó, illetve ki nem folyósított brüsszeli források következtében, hanem a paksi atomerőműnek a rekonstrukciója kapcsán is újabb és újabb kifogások merülnek föl. Tehát én azt gondolom, hogy a brüsszeli hatóságok a magyar gazdaságpolitikához, a magyar nemzetgazdasághoz nem építő, hanem támadó jelleggel állnak hozzá.
Van a magyar belpolitikában egy vita, vagy a magyar közéletben egy vita azzal kapcsolatban, hogy például a magyar infláció, a magas magyar infláció minek köszönhető, és hogy ez is Brüsszel számlájára róható-e? Mert amiről eddig beszéltünk, akár itt az államháztartási hiány, hát azért ez egy olyan mutató, amelyet az átlag emberek, vagy a hétköznapi emberek, vagy csak nagyon áttétesen, vagy ha jól gondolom, egyáltalán nem érzékelnek a saját bőrükön, legalábbis nem rögtön, viszont az inflációt igen. Hát itt a magyar infláció kétségtelen, hogy elég magas szintre emelkedett, de azt is el kell mondani, hogy 2023. januárja óta a árszínvonal romlás az 5%-kal csökkent, tehát mérséklődés figyelhető meg, és itt vannak olyan számításaim, hogy most július közepére már 20% alatt van a inflációs mutató, és jó esély van arra, hogy a elkövetkezendő hónapokban, főleg itt a nyári hónapokban még gyorsabb legyen a infláció mértékének a csökkenése, és hát én azt vélelmezem, hogy az év végére 10% köré közelébe kerülhet a magyar inflációs adat. Na most az, hogy de ugyanakkor mi okozta ezt a magas inflációt, amivel nekünk 2022 év végén, 2023 elején meg kellett küzdenünk. Hát én alapvetően azt látom, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán a brüsszeli hatóságok elfoglaltak egy olyan pozíciót, hogy Oroszországot szankcionálni kell. Na most ezek a szankciók, tehát a szankciós politika következménye lett az, hogy az infláció Magyarországon, az Európai Unió más országaiban is elterjedt. Ugyanis ez a szankciós politika, ez azzal járt, hogy a világpiacon drasztikusan megemelkedett a szénhidrogén származékoknak az ára. Tehát itt gondolok a földgázra, és elsősorban a kőolajra. Tehát a rotterdami gáztőzsdén, az, ami tavaly ősszel lejátszódott, az elképesztő mértékű áremelkedés, vagy akár az üzemanyagok piacán, hát azok a üzemanyag költségek, energiaköltségek beépülnek minden terméknek, minden szolgáltatásnak az árában. Na most ezek folyamatosan megemelték a költségeket, a költségemelkedés pedig áremelkedéssel járt. Ez az inflációnak, a magyar inflációnak az egyik oka. A másik pedig az, hogy 2022 őszétől 2023 elején, talán most már nem annyira, a forint ellen erős spekulációs támadások voltak. Tehát a forint-euró árfolyam 430 forint is volt egyébként. Hát ugye nem mindegy az, hogy mi az élelmiszert, vagy bármilyen üzemanyagot, ha fizetjük ki euróba, illetve dollárba a importot, hogy akkor 430 forintot fizetünk egy euró fejébe, vagy pedig 370-et. Na most hát persze, hát ezek a magas elszabadított árfolyamok azzal jártak, hogy a behozott élelmiszer, a behozott üzemanyagnak az ára drasztikusan megemelkedett, és a fogyasztók a piacon ezzel szembesültek. Ez is az inflációnak egy meghatározó eleve volt. Én azt gondolom, hogy ez a magas, bőven 20% fölötti inflációs adat, ami év elején még jellemzett bennünket, alapvetően, tehát hangsúlyozom, alapvetően ennek a két tényezőnek volt a következménye. Azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési egyensúly felborult, vagy hogy új költségvetésre lehet szükség, vagy hogy elfogyott a pénz, hát ilyen szallagcímeket lehet olvasni, és olyanokat is, amelyet például Oszkó Péter mondott el az ATV Egyenes Beszéd című adásában, hogy kivérzett a költségvetés, és jövőre is csökkenni fog az életszínvonal. Mit szól ehhez? Nagyon sokféle vélemény jelenik meg, főleg gazdasági területen, és nagyon sok kritika éri a kormányzatot most jelenleg itt a gazdasági mutatók miatt, és akkor még kicsit belemehetünk a további részletekbe is, de most ezzel a mondattal kapcsolatban mi a véleménye? Tehát ez a Oszkó Péternek a álláspont, én azt gondolom, hogy egy egyoldalú álláspont. A gazdaságra ható tényezők közül csak egyes tételeket ragad ki, és én azt gondolom, hogy ebből a megállapítás özönből, amit Oszkó Péter megfogalmaz, nem lehet teljes mértékben azonosulni, hiszen a
Infláció. Azt mondja, hogy a kétszámjegyű infláció és főleg a kétszámjegyű kamatszint megterhelte az országnak a költségvetését. Tehát ez egy nagyon egyoldalú álláspont, mert a Magyar Nemzeti Banknak a monetáris politikáját kritizálja lényegében, ami a kamatszintet illeti. Hát a kamatok, én azt gondolom, hogy főleg a jegybanki alapkamat, illetve a kamatfolyosóban lévő kamatoknak az emelésére azért került sor, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy ilyen antiinflációs politikát folytasson. Na most ez kétségtelen, hogyha a Nemzeti Bank antiinflációs politikát folytat, akkor ez azzal is jár, hogy a forgalomban lévő, de főleg a kereskedelmi bankoknál lévő pénzt kiszivattyúzza a gazdaságból, hogy az a pénztömeg, ami szabadon van a kereskedelmi bankokban, az ne okozzon inflációs nyomást. Tehát, hogy ezt másképp nem lehet kiszivatni a kereskedelmi bankoktól, csak úgy, hogyha a jegybank ezeket a szabad pénzeket egy magasabb kamattal betároltatja. Tehát érdekelté teszi a kereskedelmi bankokat abban, hogy hát a pénz ne ott kóboroljon a gazdaság mesdjéjén, hanem kerüljön be a Nemzeti Bankba, és akkor hát ott magas kamatot fizet a Nemzeti Bank ezekért a pénzekért. Hát kétségtelen, hogy ezzel próbálja a kereskedelmi bank az inflációs inflációs várakozásokat lefelé nyomni. Tehát, hogy ezzel Oszkó Péternek, hogy mi a baj, hogy ezt másképp hogyan gondolná ő el, hát én közgazdaságtanilag nem nagyon látok más megoldást, mint hogyha sok pénz van a kereskedelmi bankoknál, akkor a jegybank az arra van, az a feladata, az a jegybanki mandátuma, hogy úgy kezelje az inflációt, hogy kiszivatja ezt a pénzt, hát de nem úgy tudja, hogy egy oldalon elveszi a pénzt a kereskedelmi bankoktól, hanem érdekelté teszi őket abban, hogy betárolják a pénzüket a jegybankhoz, illetve érdekelté teszi őket abban, hogy a kereskedelmi bankok is minél több magyar állampapírt vegyenek, és így az országnak a finanszírozása biztonságosabb is legyen, meg az a kamat, ami így kifizetésre kerül, hát az belül országon belül maradjon. Tehát hogy mondjam, a kritikát látom ebben a Oszkó Péteri észrevételben is, de hát a megoldás, akkor mi lenne a megoldás? Te hogy csinálnád? Tehát azt a részét azt elhallgatja, diszkréten hallgat erről. Tehát nem tudtam a nyilatkozatából kivenni, hogy akkor mit kellene csinálni. Már úgy, hogy mit kellene jól csinálni. Igen, általában erről keveset beszélnek, de mit gondol egyébként, hogy a magyar költségvetés most akkor objektíven nézve milyen állapotban van? Az MNB elemzői szerint egyébként 406 milliárd forinttal magasabb az induló hiány a költségvetésben. Ugye ez egy nem közgazdasággal foglalkozó ember számára nem sokat mond. Mit jelent ez a szám? Hát, amire a Magyar Nemzeti Bank rámutatott, az az, hogy bizonyos bevételi tételek magasabbra vannak tervezve a Nemzeti Bank álláspontja szerint. Tehát, hogy magasabb bevételi számok vannak, tehát erősebben fogott a pénzügyminisztériumnak a ceruzája, és hát ezek a bevételek nem annyira megalapozottak. Egyébként a költségvetéssel szembe kifogásokat nem csak a Nemzeti Bank, hanem a költségvetési tanács is megfogalmazott, és hát több dolog is levegőbe lóg a magyar költségvetésnél. A említett számon túl van egy veszteségtérítési kötelezettsége a Magyar Nemzeti Bank felé a magyar kormánynak. Hát ez is úgy tűnik, hogy megoldatlan, és hát megoldatlan az a 2518 milliárdnak megfelelő összeg, amit az Európai Uniótól kaptánk részben a 2021-27-es költségvetési időszaknak a 2024-re eső EU-s támogatásaiból, illetve az újjáépítési és reziliencia alapból. Tehát itt nem 400 milliárd forint az, ami hiányzik, hanem több ezer milliárd forintnak a sorsa tisztázatlan még, hogy befolyik, nem folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar költségvetésnek ennek ellenére sem reménytelen a helyzetek. Kérdezte azt tőlem, hogy hát hogy értékelem a magyar költségvetés állapotát, hogyha 1 és 5 között kell osztályozzam, én azt mondom, hogy ilyen közepes szintű a
minősége a magyar 2024-es költségvetési törvénynek. Sok kétely van, de vannak olyan adatok, körülmények is itt a magyar nemzetgazdaság környezetében, amelyek optimizmusra adnak okot. Ilyen optimizmusra alapot adó tétel a működő tőke beáramlásnak a tömege szintje. Ilyen pozitív elem az, hogy 2023 első 5 hónapjában 63 milliárd eurós exportárbevételünk volt, ami 11%-os növekedés jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest, tehát 11%-os növekedés, egy erős 2022-höz képest, és a 11%-os export növekedéssel szemben az importnak csak 2%-os emelkedése volt. Tehát ezek mind kedvező adatok, tehát javul a magyar fizetési mérleg, javul a külkereskedelmi mérleg, jön be a működő tőke az országba, és tegyük hozzá, Oszkó Péternek is vannak aggályai, csak hát én ott a megoldási javaslatot nem látom a részén. Megmondom őszintén, mi a problémája egyébként, úgy nem nagyon látom át az ATV-ben megfogalmazott gondolatoknak a lényegét. Kritikaként szokott még felmerülni gazdasági területen, hogy azért vannak ezek a problémák, most így leegyszerűsítve mondom el, mert hogy a 2022-es választások előtt osztogatásba kezdett az akkori Fidesz-KDNP kormány, és például az SZIA visszautalásokkal és a többi tönkretette a gazdaságot. Mit szól ehhez? Egy ország gazdasága valóban múlhat ilyeneken, hogy mondjuk a választások előtt próbálnak nyilván kedvezni bizonyos választói rétegeknek, akár ugye a nyugdíj emelésekkel, vagy ilyen nyugdíj plusz juttatásokkal, vagy pedig az SZIA-nak a visszautalásával. Tehát, hogy az nagyon nagy baj lenne Magyarország számára, ha ezen múlna a gazdaságunk, nem? Hát ez a baloldalról származó vélekedés, hogy 2022-es választások előtt indokolatlan osztogatások történtek, én azt mondom, hogy egy rossz indulatú állítás. A COVID-19-es járványban a magyar családok derekosan helytálltak, a magyar gazdaság működött, a magyar kormány különböző bérgaranciákkal és jövedelemkiáramlással segítette a családoknak, a háztartásoknak és a vállalkozásoknak a talpon maradását. Én azt gondolom, hogy egy olyan időszakban, amikor úgy nagyjából már túl voltunk a COVID-19-en, mindenképpen a családoknak a helytállását, a családoknak a fizetőképes keresletét helyre kellett állítani, és ezek a kifizetések alapvetően azért történtek. Én azt gondolom, hogy tehát egy polgári, keresztény, jobboldali értékrendű kormányról van szó, de ennek a kormánynak a szociális érzékenysége nagyságrendekkel magasabb, többszörös, mint a liberális kormányoké. Most ők a baloldal 2022 évelei SZIA visszatérítések, nyugdíjkifizetések kapcsán az indokolatlanságot fogalmazta meg. Most ez az állítás egy 2022-es baloldali kiinduló pontról lekövetve most oda vezet, hogy Bokros Lajos meg Gyurcsány Ferenc most pedig már megszorító intézkedéseket javasolnának. Na most a polgári kormány meg köti magát ahhoz, hogy a családoknak, háztartásoknak, hazai vállalkozásoknak a fizetőképes erejét, a tőke erejét emelje. Na most egy normális idézőjelben világban ez fordítva kellene történjen. A baloldali kormányok, amelyek úgymond a munkások mellett kellene, hogy álljanak, a bérből, jövedelemből élőknek az érdekeit kellene, hogy képviseljék, hát pont ők kellene, hogy a jövedelem kiáramlást, a béremeléseket fokozzák. Na most pont az történik Magyarországon most a 13 éve, hogy a polgári kormány, igen, szociálisan, lényegesen, nagyságrendileg érzékenyebb, mint a balliberális oldal. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, azt a lehetett hallani a hírekben, hogy augusztus végén kivezetik az ástoppokat, tehát már nem lesznek olyan termékek, amelyeknek így mesterségesen alacsonyan lesz tartva az ára. Milyen következményeket vár ettől az intézkedéstől? Hát óriási hatásokat nem fog keletkeztetni a
hatósági álszabályozásnak a megszüntetése az élelmiszerpiacon, mert hát sajnos amellett, hogy kijelentem, hogy történelmi szerepet töltöttek be az élelmiszerpiacon a hatósági álsapkák, annak ellenére számos problémát is okoztak, sőt már oda fajult a világ, hogy inflációt gerjesztettek a hatósági álszabályozás alá vont termékek, annak következtében, hogy a kereskedő cégek a hatósági álszabályozás alá vont termékekből nem rendelkeztek elegendő készlettel, tehát nem volt a piacokon azok a kulcstermékek, amelyekre a hatósági álszabályozás vonatkozott, és úgy beléptek ezek a helyettesítő termékek, ott pedig drasztikus áremeléseket tudtak végrehajtani, úgyhogy költségemelkedés ugye nem volt, hát a kereskedelmi árrésüket növelték, főleg itt a nemzetközi élelmiszer láncokról van szó. Na most ez egy áldatlan állapotot okozott, hát az a körülmény, hogy 80%-kal emelkedtek a 2,8-as tejen kívüli más más feles tejnek az ára, vagy a tejtermékek ára 80-85%-kal megemelkedtek. Hát ez a kereskedők visszaéltek a helyzetükkel, és sajnos az a magyar agrárszabályozás, agrárpiaci rendtartás, meg kell mondjam, azt is nem volt a helyzet magaslatán, tehát ezt megtűrte. Tehát ennek következtében a kereskedők úgy látták, hogy lehet árat emelni. Na most az, hogy lényegében a magyar agrárszabályozás, ezt nem tudta megoldani ezt a problémát, hát így oda fajulnak a dolgok, hogy hát ki kell vezetni ezeket a hatósági álszabályozás alá vont intézkedéseket, a inflációt nem fog generálni. Én azt gondolom, hogy a piacnak ez a természetes folyamata helyreáll, és a gazdasági versenyhivatal pedig teszi a dolgát, figyeli a indokolatlan áremeléseket, ahol ezt tapasztalja, ott közbelép, kormánydöntéssel a akciózások történnek a élelmiszer ellátó házakban, tehát akciózni kell, tehát, hogy csökkenjenek az árak. Én azt gondolom, hogy a magyar piacgazdaság, a magyar nemzetgazdaság gyógyul, és azok a problémák, amelyek most még esetleg jelentkeznek, azok évvégére mérséklődhetnek, és mind a inflációnak az elfogadható mértéke, mind pedig a költségvetési egyensúly az évvégére megteremtődik. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre is. Lentner Csaba közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára volt a vendégünk. Minden jót kívánunk! Köszönöm szépen, kezdjük sokkal!